Avatások, szakmai programok, ungvári pince látogatása, koszorúzás, felvonulások és számtalan más program feladat volt 2019-ben is a Cegléd és vidéke Ungvári László borrend életében. Mindenről szó esett az év idei első találkozóján is. Minden harmadik hétfőn gyűlnek össze a borlovagok, hogy az aktuális feladatokról egyeztessenek, illetve értékeljék az elvégzetteket. Tartalmas volt az elmúlt év. Mindenkinek köszönöm a segítségét, ki erejéhez, idejéhez, lehetőségeihez mérten oda tette magát. Úgy gondolom, hogy a rendezvényeinknek megfelelő volt a látogatottsága, sőt nőtt, segítettetek benne. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetségének rendezvényeit is kicsit nagyobb léptékben látogattuk. Sikeres volt tehát az elmúlt év, és nagyon készülnek az ideire is. Hamarosan például a körzeti borversenyen mérettetik meg magukat és boraikat a borászok. Hagyományosan Cegléd Belcel ad majd otthont az eseménynek. A szakmai zsűrinek a bírálatát meg fogjuk kezdeni délelőtt, és délutánra a kialakult verseny alapján megpróbáljuk a zsűrivel és majd a borászokkal egyeztetünk, mi legyen az a ponthatár, aminél már 40 bort ne kelljen végigkóstoltatni a tisztelt nagyközönséggel. Tehát délután 4 vagy 5 órakor kezdenénk a közönség bírálatot. Idén is megrendezik március 7-én a borrend főeseményét, a borrendi bált. A bálra várják nem csak a tagokat, hanem minden olyan embert, társaságot, akik kedvelik a térség termelőinek borait. Újházi György pedig folytatja a vadászokbora választás hagyományát is. Egyre többen és többen kíváncsiak a vadételek társaságában felszolgált és bírálatra kínált borokra. Mindemellett rendezvényeken, szakmai programokon is részt vesznek majd a borlovagok.